Genusz kettesek, és rövidesen a pályabemutatás során a magyar egység következik majd a képernyőn. Az egyesen a csehszlovákok, a kettesen a bolgárok indulnak, és itt a hármasok, Újpesti Dózsa két sportolója, Lejket Gusztáv elől, és Takács Gábor hátul térdel a kenóban a négyes pályán. A diszkorzi világbajnokság első helyezettjei a címvédők, Gyuri Gurin és Valeri Peskó, Szovjetunió. Aztán két dán jó, Fredriksen és Nilsson, majd az esélyesek jobb és meglehetősen négyes csapata. A hatos pályán az a Marek Lübik és Tomás Góliás, akik délelőtt 500-on másodikok voltak. Az NDK-beliek elég gyengén szerepeltek, rövid távon csak hatodik ez a hajó, amely most itt 1000 méteren próbálkozik. A románok lemaradtak a dobogóról, a franciák pedig egy új kettest is nyújtanak. Nem rossz nevekből megértem, világbajnoki 5. helyezett Boisvert és Hoyer, ugyancsak volt már többször helyezett a versenyen, és többek között olimpián szerzett bronzérmet. Ez pedig már a rajt, amely elsőre jó. A mieink a felső pályákon, a hármas számú hajóban. Az jó, hogy a hazai bolgárokkal együtt mennek, viszont figyelnünk kell majd a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es pályára is. Tehát azokra, akik a képernyő alján lapátolják a vizet. A mieink jól eljönnek. Az egyik oldalon tehát a bolgárok velünk, a másikon a szovjetek, Gurin és Peskó. A szovjetekkel próbálunk lépést tartani, és ez nem is rossz. A szovjetek után fehérmezben keresik az, a dán egységet láthatjuk a képen. Minden esetre megnyugtató lakhat, hogy a mieink is ott vannak az elején. Mind a ketten második világbajnokságokban szerepelnek. Először 87-ben indultak VB-n, majd ott voltak az olimpián is, és 4. helyi világbajnokságon, 7. helyi olimpián, ez az eddigi teljesítmény. Mind a kettejüknek van kiegészítő sportja, és ezekből a kiegészítő sportokból készítünk akár Gábor az érdekesebb, aki sífutást tartta a fejét, nagyon jól fejleszti az állóképességet télen, olyannyira, hogy a magyar bajnokságon is értékes helyezéseket csípett már el. A dánok kezdenek bele nagyon erősen, a szovjetek egyelőre valamivel komótosabban még, francia és NDK-beli egység a miénkkel egy vonalban. Ismét az 500 méteres ponton sor. Mieink talán egy picit apró termetűbbek, mint a többiek. Azt is mondta rájuk valaki nagyon találólag, hogyha lenne könnyű súlyú kategória, mint az evezésben, akkor nagyobb esélyük lenne a győzelemben. Féltávnál negyedikek voltunk a dánok, a franciák és a szovjetek mögött. Elég régen értünk már el sikert ebben a számban, de az örvényeket is nyertünk. Így például régebben egy belgrádi világbajnokságon Budai és Rej, ugyancsak Belgrádban aztán már a 80-as évek elején Sarusi és Hajdú. Aztán ment ezen a távon Sarusi és Vaskuti is, akkor persze már Vaskuti túl volt a fénykorán. Az utóbbi években pedig, tehát említettem 87-ben a VB-n Duisburgban, illetve 88-ban Szöulban a Takács Lejka kettős képviselt bennünket. Sajnos a táv második felére fáradni kezdenek és egyre inkább visszaesnek. A dánok változatlanul nagyon jól jönnek és lehet, hogy megtréfálják az egész mezőn. A szovjetek a második helyen csatában a franciákkal. A mieink lassacskán visszacsúsznak az utolsó helyre. A csehszlovákokkal és a bolgárokkal csatáznak. Nagy hajrát nyitnak a franciák itt a képernyő alján. Egyelőre még a dánok valamivel előrébb. És ebben a pillanatban megvan a dán győzelem, francia második hely. Harmadik a Szovjetunió, jönnek a többiek, és most nézzük majd a mieinket, ott fönn
Először bejönnek a célba a csehszlovákok, aztán bejönnek a bolgárok, és utolsóként a magyar kettős.